Az ország egész területéről érkeztek fiatalok a Sóstói strand területén megrendezett 5. jubileumi Bicajricsaj közlekedési csapatverseny országos döntőire. A csapatoknak először egy projektfeladatot kellett megoldaniuk, majd egy kreszttesztet töltöttek ki közösen az interneten. Ezek alapján 10 csapat nyert jogot, hogy részt vegyen a nyíregyházi döntőn. A mostani projektfeladatunk az egy közlekedési baleset helyszínét tartalmazta, ahol az ő szemszögükből kellett idézőjelbe lehelyszínelni egy közlekedési balesetet. Szerettük volna tudni, hogy a gyerekek hogy látják a közlekedési baleseteket, hogy látják azt, hogy hogyan lehet kideríteni, hogy adott esetben ki volt a felelős, milyen nyomok keletkeznek egy közlekedési baleset helyszínén. Tehát próbáltuk egy kicsit más megközelítésből a rendőri munkát megnézni, egy picit talán pályára is orientálni őket, úgyhogy erre voltunk kíváncsiak. Minden évben próbálunk más-más fajta projektfeladattal készülni, hát nagyon nehéz egy idő után olyan feladatot találni, ami az ország egész területére érvényes, és mindenkinek egyforma esélyt ad, de úgy gondolom, hogy az éven sikerült. A gyakorlati döntő két részből állt. Az első részben egy kerékpáros ügyességi pályát kellett teljesíteniük a fiataloknak, de voltak olyan feladatok is, amelyek a csapategységet erősítették. Ilyen volt az együttlépés egy deszkán és a hordágy cipelés. A második részben a sóstói tavon kaptak vízi közlekedési feladatokat. Közeleg a tanév vége és a nyári szünet, ilyenkor fontos felhívni a tanulók figyelmét arra, hogy a nyílt vizek milyen veszélyeket rejthetnek. A verseny döntőjén Debrecenből 3 csapat is részt vett. Debrecenből érkeztem a csapatommal, és igazából nagyon sokat készítünk erre a versenyre. A technikatanárom Laci bácsi, Palcár László nagyon sok weboldalt mutatott nekünk, hogy honnan tudunk készülni. A kétnapos megmérettetés célja a gyerekek közlekedés biztonságának fokozása és közlekedési ismeretük bővítése volt. A verseny gyakorlati és elméleti kressz és elsősegély feladatokkal, valamint drogtotóval és kerékpárszerelési feladatokkal folytatódott.